Igazodjunk, fiaim, igazodjunk! Melyik csapatnak mondtam? Minden! Az három az övé. Mind a legfiatalabb, mindenki a legfiatalabb. Szép napot kívánok, tiszteltem, szeretettel köszöntöm a Dunapartai tájágyal bőnökségénkön a megjelenteket. Átadnám a polgármester úrnak a elmagyar köszöntőn. Kedves vendégeim, kedves pataiak, kedves sportszerető barátok! Dunapatai Nagyközség önkormányzatban képviselő testület és a magam nevében őszinte szívvel és tisztelettel köszöntelek benneteket a mai ünnepi rendezvényen. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívást, így ma velünk ünnepeltek, ünnepeltek Dunapatai sikereit, amely talán közös sikereink között is megemlíthető. Engedjétek meg, hogy ezen ünnepi alkalomból külön tisztelettel köszöntsem a parlament foci csapatát, színész válogatottat, ügyész válogatottat és a dunapartai három csapatot. Ennyi előnyünk van. Dunapartai életében, történetében ismét egy olyan nap jött el, amely beírhatja magát a nagyközség történelmébe. Hiszen a mai napon hivatalosan is át kívánjuk adni a felújított élőfüves pályánkat és a megújított gumiborítású pályánkat. A műfüves pálya átadás ugye korábbi években már megtörtént. A mai ünnepi rendezvénynek nagy mértékben emeli a fényét, a színvonalát, hogy olyan csapatok is elfogadták, olyan közéleti emberek is elfogadták a meghívásunkat, amely meghatározó egy ország, meghatározó egy település életében, gondolok itt akár a parlament csapatára, akár a színész válogatottra, a legfőbb ügyészség csapatára is, hiszen nem minden nap találkozhatunk velük itt Dunapartaron. Talán ma büszkén kijelenthetjük, hogy megérte az a küzdelem, az a fáradozás, amit tettünk azért, hogy ezek a focipályák, ezek a pályák elkészüljenek. Hiszen ha visszaemlékszünk pár hónappal ezelőtte, pár évvel ezelőtte, akkor azt mondhattuk, hogy egy kopott, egyenletlen, akár balesetveszélyes pályákkal rendelkezünk, de hála a mostani beruházásoknak ez már a múlté. Ha most körben nézünk, láthatunk egy új élőfűes pályát, kispadokat, lelátókat, láthatunk egy új gumiborítású pályát, kocsárpalánkot, világítást, labdafogóhálókat, térköves keltákat, kerítést, parkolókat, pihenni vágyókat, padokat, asztalokat. Úgy hiszük, hogy most már ez a környezet alkalmas arra, hogy kimondhassuk, hogy Dunapartai ismét egy lépést tett az élhető település érdekében. Talán Patai ezzel is élhetőbbé vált az itt élőknek. A sport szeretete, a sport nagyon fontos, hiszen gyakorlatilag a mindennapi testmozgás ahhoz, hogy életünket normális vedelbe tudjuk élni, és jól legyen, ahhoz egy nagyon fontos a pályáknak az állapota. De a sport sok mindenre megtaníthat, hiszen a sportban mindenki egyenrangú. Mindenkire ugyanúgy vonatkoznak a játékszabályok, és mindenkinek be kell tartani. Ez mindenütt így történne, sokkal könnyebb volna ebben a rohanó világban. Én azt kívánom mindenkinek, minden patainak, minden idelátogatónak, kitévőnek, hogy használják ki a pályáink adottságát, sokat sportoljanak, mozogjanak, ezzel nem csak az egészségünkért teszünk, hanem a sport tekintetében barátságokra, társakra és egy közösségre is lehetünk, amely fontos nekünk patajaknak és fontos úgy érezzük, mi magyaroknak is. Végezetül meg szeretném köszönni, hogy létrejöhettek ezek a pályák, elsősorban akik a pénzt nyújtották hozzá, belügyminisztérium, Intés Sándor miniszter úr vezetésével, Jövők térségfejlesztési alapítványa, Paksi Atomerőm alapítványa és Dunapartai Nagyközség képviselő testülete, hiszen vállalta jelentős több 10 milliós törlést ezekhez a beruházásokhoz. Én kívánom, hogy ezen pályákat használjátok, egészségesen éljetek, és minél jobb eredményeket tudjunk fölmutatni Dunapartaion. Végezetül köszönöm azoknak, akik a létrejöttében még közreműködtek, General Kft., Kénisz Herlik vállalkozó, Szűcs Imre vállalkozó,
Szalatnai Attila keltvállalkozó, és igazából az Eberlin Kft., akik a kivitelezésben óriási szerepet vállaltak. De a Dunapartai Település Gazdálkodás Intézmény és az önkormányzat munkatársa is kivették a részüket abban, hogy ma itt lehetünk. Egy jó szórakozást kívánok, és megkérném Csóti András haltábor nagy urat a belügyminisztérium képviseletében, hogy mondja a gondolatot. Szeretettel köszöntöm a sporttársakat és minden kedves nézőt. Az első gondolatom az, hogy tök hülye vagyok, már nem teniszedben kellett volna a focizni, mert rettenetesen jónak látom a pályát. De csatlakozva a polgármesteri gondolataihoz, ez egy élhető település, ahol mi szeretünk élni, szeretünk vendégeket fogadni, szeretünk a barátainkkal lenni. Őszinte szívből kívánom, hogy ez a mai pályalvató jó hangulatban, eredményesen, sérülésmentesen teljen el. Aztán a harmadik fél időben pedig vendégeink megtapasztalhatják a hagyományos batai vendéglátást. Mindenkinek jó sportolást! Végezetül a Dunapartai Községi Sport Egyesület nevében én is pár gondolatot megosztanék. Én megmondom őszintén, hogy végtelenül boldog vagyok, hogy ilyen jó minőségű pályákkal bővült Dunapartai Nagyközség. És ezáltal én úgy gondolom, hogy a itt élőknek, itt lakóknak a sportolási, mozgási lehetősége is növekedett, de hogyha teszem azt, nem labdarúgásra használják, hanem teniszezésre, röplabdázásra, kosárlabdázásra, vagy csak egyszerűen kijönnek ide, és úgy érzik, hogy ez a környezet igazán vonzó ahhoz, hogy egyet mozogjanak, fussanak, egy kör, kettő, tizet, és akkor végén még, nagy Isten, még a maratot is lefussák, akkor azt hiszem, hogy mindannyian jól fogunk ezzel járni. Én úgy gondolom, hogy mi, akik rendszeresen járjuk a környéknek a labdarúgó pályáit, elmondhatjuk azt, hogy hihetetlenül szerencsés helyzetben vagyunk, nem csak azért, mert ilyen jó minőségű pályánk lett ezáltal a pályázat révén és a önkormányzatunk segítségével, hanem ez a pálya van egy hihetetlen nagy előnye. Itt van az iskola mellett. Akárhova megyünk, szinte kivétel nélkül olyan pályákkal találkozunk, ahol kívül vannak a település szélén ezek a labdarúgó pályák, itt ez nem. Itt annyira a szerves része a testnevelés oktatásnak is a pálya, hogy szinte a testnevelés óráknak a jelentős része itt van, itt megy, itt zajlik le. Tehát úgy gondolom, hogy nem csak mint a labdarúgás segíti, hanem a testnevelés óráknak, a fiatalságnak a fejlődését is. Remélem, hogy ebben a sikerében majd később mindannyian fogok azt adni. Jó játékot kívánok mindenkinek! És akkor a következőekben azt hiszem, hogy három csapat fogja alkotni az egyik pályán, az egyik csoportot, a következő, egy másik csoportot pedig szintén három csapat fogja alkotni. Majd felkérném mind a két pályán a kezdő rugást, hogy elvégezze Perjes Károly színművészünk. Én annyiból könnyen fejezőt a velőkén kaptam már egy sorslást, mert az A pályán, ott a baloldali pályán a Dunapartai egy és egy része. Thank you.
Thank you.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a Dunapartai Nagyközség Önkormányzata és a Dunapartai Közközségi Sport Egyesület által rendezett pályázatú Dunántornán, amelyeken így ünnepélyesen is már eddig is használtuk ezt a pályát, de így gondolom, hogy ilyen keretek között pedig még ünnepélyesen tettük azt, hogy átadjuk ezt a nagyszerű létesítményt. És nagyon örülök neki, hogy ezt játékban tették meg így, ahogy egy pályát át kell adni. Azt hiszem, hogy ez sokkal szívkerékesre fejtett szallamat lakották. Örülök, hogy a csapatok egy jót játszottak, láttam, hogy már kellemesen elfáradtak. Azt is örömmel láttam, hogy legtöbben úgy játszották ezt a szenvedélyel. Volt egy kis emelkedett hangereje, de azt hiszem, hogy ez bőven beszélhet a játékban. Eredményt hirdették. 6. helyezést érte a Dunapartai Senior csapat. Ötödik helyezett lett a világtornánkon az ügyészség csapata. Negyedik helyezést ért el a Dunapartai Kettőszámú csapata. Harmadik helyezett lett az országgyűlés csapata. Második helyezést ért el a színész vállalatok csapata. És hát a 2018. évi világtornánkon első helyezést ért el a Dunapartai egyes számú csapata. És hát én úgy gondolom, hogy elég jó hangulatú volt ez a torna, mivel is lehet ezt úgymond folytonossá tenni, meg is ismételtetni ezt a dolgot, úgyhogy egy vándoros terveget adunk, amelyik remélhetően azt eredményezi, hogy legközelebb is visszakoljuk már ezt a csapatokat. Most kivételesen jó a harmadik helyezést csapatnak is megkapni, ezért egy ilyen vándorságnak a Dunapartai egyes számú csapata először. És ezt tudjuk, hogy el lehet tőlük venni, el lehet rabolni tőlük. Sok szeretettel várjuk önöket jövőre is idejét, és hát természetesen miután átöltöztek a Dunapartai Nagyközség konyháján, egy remek jó vacsorával szeretnénk vendégnyilvánni önöket. Jó egészséget kívánok, további